Köszöntelek benneteket ezen a felvételen, második hullám, május 27-től június 8-áig. Ezek a hullámok rezgéseket jelentenek, és ez a maja naptárból jön. A majáknak más naptárjuk volt, más, amit mi ismerünk. Viszont ők megfigyelték a természetet, azt is megfigyelték, hogy mit ér vissza. Volt ez a ritmusuk. Ez a kalendárium nagyon precíz, és ajánlom nektek, figyeljetek oda, mi következik, hasonlítsátok össze a mi naptárunkkal, vagy figyeljétek azt, hogy hat ki a ti életetekre. Ebben a naptárban van 20 hullám. Egy hullám mindig 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. És 27-én indul egy új hullám, mégpedig a második hullám. Ebben a maja kalendáriumban ez a hullám is hatása alatt áll. Lefordítva, ez jaguárt vagy egy mágikus erőt jelent. És pontosan ez a mágikus idő az, amit átélünk a következő napokban. Ez jelent gyógyulást, mert van egy gyógyító hatása, és ez a varázs, amit mi átélünk, amit érezni fogunk, arra utal, hogy a párkapcsolat gyönyörű és varázslatos legyen. Ez a második hullám, ez egy nőies erő, és kihat ez a szerelem területére is. Amit még jelent számunkra, hogy ez alatt az idő alatt kimutassuk a nőiességünket, vagy megszépítsünk valamit, ami külsőnkön, vagy az otthonunkban. A jaguár azt jelenti a majáknál, hogy óvja a régi tudást. Óvja ezt a maja naptárt is, és kihat a mi belső érzéseinkre. Megvan ez a tudása. Ez a második hullám az opál drágakő hatása alatt áll, és opál segít nekünk abban, hogy azt, amit mi kívánunk, amiről mi álmodozunk, hogy az megvalósuljon. Opál véd bennünket a fekete mágikus erő ellen is. És ez volt a felvételem ebből a maja naptárból. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!